Köszöntöm az IT Business Club nézőit, és folytatjuk a második résszel. Én azzal vezettem be a mai napot, hogy az e-kereskedelemről fogunk beszélgetni, és amikor az e-kereskedelemről beszélgetünk, általában az emberek a B2C, tehát az egyszerű kiskereskedelmi dolgokról gondolkodnak, azonban nagyon jelentős a B2B e-kereskedelem is, és hát miről is beszélgetnénk az NTT Data Business Solutions-nél, mint arról, hogy ennek a cégnek is van egy saját web áruháza, amit AdStore-nak hívnak, és ebben lesz segítségünkre Baranyai Zsolt, az IT technológiai üzletág vezetője az NTT Data Business Solutions Kft-től. Zsolt, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm, hogy úgyhogy mesélj nekünk, hogy milyen ez, ugyanez az e-kereskedelem a B2B világban, az NTT Datánál. Mi van nálatok? Mit lehet kapni? Mi az, amit nálunk lehet kapni? Hát ugye erről beszéltek a kollégák az elmúlt egy órában körülbelül, hogy mi is az, amit nálunk lehet kapni, így van, ilyen szempontból. Ugye gyakorlatilag arról beszélünk, hogy ugye az NTT Data Business Solution, mint egy globális vállalat is megpróbál a legkülönbözőbb csatornákon eljutni az ügyfeleihez. Ugye ezért ülünk itt most, és ezért is beszélgetünk többek között. De hát ezzel együtt ugye az általad említett B2B jellegű csatornát is megpróbáljuk ugye ilyen szempontból kihasználni, ami azt jelenti, hogy van egy olyan ad store-unk gyakorlatilag, ahol megpróbáljuk azokat a megoldásainkat, mint amilyen ugye ez az imént látott IT forwarding jellegű megoldásunk is, ugye föltenni és elérhetővé tenni a potenciális ügyfelek számára. Tehát itt gyakorlatilag ez nem egy klasszikus ad store abból a szempontból, ugye, hogy itt azért sok esetben SAP alapú megoldásokról beszélünk, vagy ugye egy ilyen komplex rendszerről, mint amiről ugye az imént folyt a szó az IT forwarding kapcsán, tehát hogy nem feltétlenül abban az értelemben értendő itt az ad store, hogy innen egy-egy alkalmazás önmagában elérhető, letölthető. Sokkal inkább abból a szempontból próbáljuk ezt kezelni, hogy egy-egy alkalmazásról a lehető legtöbb információt eljuttassuk az ügyfelek számára, illetve teremtsünk plusz egy olyan csatornát, amin az ügyfelek ezeknek az információknak a birtokában, ezeknek a feldolgozása után adott esetben meg tudnak bennünket keresni gyakorlatilag. Tehát ez azt jelenti, hogy egy-egy ilyen megoldásról ugye található különböző leírás ezen a felületen, adott esetben találhatók olyan videók, kisfilmek, amelyek megpróbálják bemutatni, közelebb hozni ezeket a megoldásokat a potenciális ügyfelekhez. Tehát ilyen szempontból kezeljük ezt a B2B teret gyakorlatilag. Igen, ugye, hasonló, mint a B2C világban. Tehát, hogy hát hasonlóképpen, hogy megpróbáljuk közel hozni, így van, ugye a lehetséges ügyfelekhez ezeket a megoldásokat. Így van, pontosan. Na lássuk akkor, mivel készültél neked? Amivel készültem, igazából ugye azt szerettem volna csak megmutatni egyrészt, hogy hol érhető el ugye maga ez az ad store gyakorlatilag, ugye itt az URL-t látjuk ezen a felületen, illetve egy-két olyan lehetőséget vagy képernyőt felvillantani itt, ugye, hogy mi az, ami egy-egy megoldásról gyakorlatilag elérhető, és amennyiben ugye ezeket valaki itt az ad store-ban megtalálja, azt fogja látni, hogy itt nem csak a magyarországi operáció által fejlesztett megoldások érhetők el, hanem ugye az NTT Data Business Solution egy világszinten létező, számos országban működő szervezet, tehát gyakorlatilag a német, a dán kollégák által fejlesztett megoldások, legkülönbözőbb típusú megoldások is elérhetők itt ezen a felületen, ugyanúgy megtalálhatóak hozzájuk a leírások, ugyanúgy megtalálhatók hozzá ugye ezek a rövid filmek, amivel megpróbáljuk ugye bemutatni egy-egy ilyen megoldásnak a működését. Tehát ilyen szempontból ugye egy picit megpróbáljuk kinyitni azt a kaput, ami a magyarországi piac szempontjából az NTT Data Business Solution számára elérhető. És az IT forwarding ott van természetesen ebben a Az IT forwarding store-ban. Természetesen ott van, ugye
a magyarországi megoldások közül ott van ugye az online számla megoldásunk amiről is, tehát ugye amiről már korábban tartottunk, már ugye egy hasonló fórumon egy hosszabb beszélgetés, tehát hogy ilyen szempontból a saját magyarországi megoldásaink is elérhetők ezen a felületen, de ahogy mondtam, ugye elérhetők az egyéb irányból érkező más országokban az ottani kollégák által fejlesztett megoldások de is. Azt is jelenti, hogy az IT forwarding számára egy világpiacon jelenik meg. Ez gyakorlatilag megjelenik ebben az ezt is jelenti, hiszen ugye az AdStore lokalizált, tehát ilyen szempontból ugye itt Magyarországon ez magyar nyelven elérhető, de ahogy mondtam, nem csak a magyar megoldások érhetőek el magyar nyelven, értelemszerűen ez igaz fordítva is, tehát ugye azokban az országokban, ahol ugye az Entity Data Business Solutions jelen van, ott elérhetők ugye azok a megoldások az AdStore-on keresztül, amelyeket mi fejlesztünk ilyen szempontból. Ugye egy picit tovább lépünk, ugye itt az AdStore irányából, és ugye megpróbáljuk még egy picit szélesíteni azt a kört, ami a megoldásainkat jellemzi. Ugye itt készültünk egy ilyen kis összefoglaló szlájddal azt illetően, ugye a múlt héten megjelent a Gino Plus 1-2-1-es 21-es pályázati kiírás gyakorlatilag, ugye ami a kis és középvállalatoknak szóló itt felsorolt 12 funkcionális területnek a támogatását jelenti, és hát ugye itt is megjelenik az IT forwarding, mint olyan lehetséges alkalmazás, ugye amit adott esetben ugye itt a beszerzés logisztikai területnek a támogatására tudunk nyújtani, illetve ugye megjelennek olyan egyéb támogatandó irányok is, amelyek szempontjából ugye szintén rendelkezünk megoldásokkal, adott esetben akár olyan szempontból integrált megoldásokkal is, ugye hogy a SAP Business by Design jellegű megoldása, ugye amiről talán szintén volt már korábban szó, ugye egy hasonló fórum keretében, ugye ami a jelenlegi Business One kvázi utódjaként kerül pozícionálásra az SAP által. Ugye ennek mi az egyik magyarországi lokalizációs partnerei vagyunk, és hát értelemszerűen ugye a lokalizáción túl ugye keressük azokat a szinergiákat, hogy tudjuk ezt ugye az egyéb portfólió elemekkel összekapcsolni, és hát ilyen szempontból ugye ez a Business by Design illeszkedik az online számlás, navboxos megoldásunkhoz is már, illetve ugye illeszkedik az IT forwardingos megoldásunkhoz. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ugye a portfólió elemeinkkel ennek a pályázati kiírásban támogatott 12 célterületnek egy jelentős részét ugye le tudjuk képezni, illetve hát vannak olyan egyéb megoldásaink is, amelyekkel ugye más területeket, tehát adott esetben ugye egy humán erőforrást, azt nem csak a Business by Design-nal, hanem a Success Factors jellegű megoldásunkkal is tudjuk támogatni. Ugye vannak elektronikus iratkezelési megoldások, amelyeket ugye az ELO megoldásainkkal tudunk támogatni, olyan munkafolyamat irányítási rendszerek, amelyek ugye a WebMethods alapú megoldásainkkal támogathatók. Tehát, hogy ilyen szempontból ugye túl azon, hogy az AdStore-unkban ugye megtalálható néhány konkrét megoldás. Ugye azt látjuk, hogy adott esetben egy ilyen pályázati kiírásban támogatott funkcionális területeket is számos megoldással, vagy akár ezeknek a megoldásoknak valamilyen kombinációjával tudjuk tulajdonképpen lefedni. Itt lényeges üzenet az, hogy nem csak a nagyvállalatok alkalmazhatják ezeket. Így van, ugye ez a pályázati kiírás, ez kifejezetten kis és középvállalatok számára íródott ki, tehát ez azt jelenti, ugye, hogy most akkor ne menjünk messzebb a
mai témánktól, hogy ugye egy IT forwarding jellegű megoldás az nem csak ugye egy nem tudom én több száz fős flottával rendelkező vállalat vagy vállalkozás igényeit elégítheti ki, hanem egy ennél lényegesen kisebb flottával adott esetben egy olyan gyártócégnek az igényeit, aki saját eszközökkel oldja meg mondjuk a fuvarozási, szállítmányozási feladatait is jelenthet megoldást, tehát ilyen szempontból ugye itt ennek a pályázatnak a keretein belül sem, illetve hát mi a magunk megoldásaiban sem csak a nagyvállalatokra célzunk ebből a szempontból, hanem a kis és középvállalati szektort is igyekszünk amikor megtámogatni. Jöttem ide, érkeztem, akkor közben láttam biciklis futárokat, és ha hiszed, ha nem, az jutott eszembe, hogy miért ne? Hát ugye a biciklis futároknál is ugye ott van az az eszköz, az az eszköz, ugye, amiről itt az imént beszéltünk, tehát hogy magyarán egy fuvar feladat ugye egy mobil eszközre, egy mobil telefonra érkezik meg, amelyen fut egy olyan alkalmazás, ami azt gondolom, hogy eléggé elterjedt, már a jellegét tekintve, ugye számos hasonló megoldással találkozunk, ugye ahol egy mobiltelefonos alkalmazás támogat különböző típusú folyamatokat, tehát ilyen szempontból akár egy biciklis futár számára is elérhető lehet. Ugye itt a kollégák beszéltek különböző kommunikációs metódusokról, ugye többek között arról, hogy akár ugye egy hangüzenetet képes írásos üzenetté alakítani, tehát ilyen szempontból egy biciklis futár, ugye, akinek a két keze azért, ha kellő biztonsággal akarja kezelni az eszközét, akkor általában foglalt, tehát ilyen szempontból ugye még az ő számukra is egy alternatíva lehet. Így van. Jó, és hát ugye végezetül, ugye amit szerettünk volna még itt megragadni ebben a mai alkalomban, hogy ugye ne csak, hogy mondjam, felsorolásszerűen próbáljuk meg bemutatni ugye ezeket a megoldásokat, hanem egy picit hirdessük, promotáljuk ugye a holnap után sorra kerülő az SAP Magyarországgal közös eseményünket. Ugye ahogy mondtam, ennek a Business by Design nevű megoldásnak ugye mi vagyunk az egyik lokalizációs partnerei, és hát holnap után kerül sor ugye egy hasonló online eseményre, ahol ennek a megoldásnak a bemutatását fogják kollégáink megmutatni, elmondani. Tehát én azt gondolom, hogy az, aki ma hallotta ezt az IT forwardingos témakört, és úgy gondolja, hogy adott esetben akár ennek az imént látott pályázati lehetőségnek a megragadásával nem csak egy szállítmányozási, fuvarozási megoldást keresne, hanem akár egy komplett vagy komplex ERP rendszert is, annak mindenféleképpen érdekes lehet ez a Business by Design bemutató csütörtökön. Zsolt, nagyon szépen köszönöm, hogy bevezettél a B2B csatornába is, ha szabad ezt mondanom, eléggé vadul, az Entity Data Ad Store-jába, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál.